Szekszárdi kábítószer kereskedőt vettek őrizetbe Tolna vármegye rendőrei. Ahogy a felvételeken is látszik, a dílert bilincsben vitték el a hatóságok. A férfi korábban több erőszakos bűncselekményt követett el, melyekért éveket ült börtönben, ahonnan nemrégiben szabadult feltételesen. A nyomozóknak információjuk volt arról is, hogy a férfinél lőfegyver lehet, ezért elfogásához a TEK munkatársainak segítségét kérték. A férfit végül a napokban Szekszárdon otthona közelében fogták el, majd a lakásában, illetve több helyszínen is kutatást tartottak. A kutatás során számos kábítószergyanús anyag, így zöld növényi törmelék, tabletták, valamint fehér porok és a kábítószer csomagolásához használatos dolgok kerültek elő. Kollégáim a gyanúnak megfelelően találtak is két lőfegyvert, amelyet majd szakértő fog vizsgálni a későbbiekben. A kereskedőt előállították és gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi tagadta bűnösségét, semmit sem mondott a rendőröknek. A szóvívő tájékoztatott, vizsgálják továbbá azt is, hogy a bűncselekményekkel mások is összefüggésbe hozhatóak-e. Az elmúlt években Tolna vármegyében több kábítószerkereskedőt vett őrizetbe a rendőrség. Ezek közül az egyik talán legnagyobb szabású volt, amikor Tolnán egy bűnszervezetben elkövetett kábítószerkereskedelem bűnt egy gyanúja miatt egy 50-es éveiben járó tolnai férfit fogtak el, és ő feltehetően sok évnyi börtönt fog kapni a cselekményeiért, hiszen nem egyedül, hanem több társával együtt kereskedett, nem csak Tolna vármegyében, hanem egyéb helyeken is. Komlosinék is Anett elmondta, a hatóságok mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a legkevesebb kábítószer jutasson el Tolna vármegyébe.